Így mindenkinek, ez itt továbbra is a Scribble Notes Unlimited, és folytassuk ott, ahol abba hagytuk az előbb. Ez szerintem egy ilyen iskola. És szeretne valamit ide a zászlóru tetejére. És hát nyilván egy nagy brózsa szín alsó neműre gondoltam, nem tudom ti, hogy vagytok vele. És ennek nagyon is tiszteleg, örülök neked. Könnyű téged boldoggá tenni, azt látom. Valami legyen itt benne. Egy pók megfelel? Tökéletesen. Azt szeretném megnevettessen mindenkit. Hát de akkor egy kétségbe esett ember vagy. Te ne sírj. És adjunk neki egy vicces tollat. És ezzel sikeresen megnevettetett mindenkit. Elvileg. Én meg szeretném a karrierje közepéről, tehát nekem már van karrierje megismerni. Akkor itt egy fantasztikus könyvtáros folyó. A depressziós könyv előtt kellett volna idehozni. Hát akkor legyünk egyszerűek, és akkor tegyük... Akkor tegyük viccessé. Na, nem tudom, a vicces Stoner nem volt elég. Szegény gyerek nem tud innen kijönni. Mert itt van egy ilyen agresszív gyerek. De őt ne bántsuk. Az érdekes valami, hogy nem bántanám viszont szerint. De hogyha mondjuk... Picivé tesszük, az talán megoldja a problémát. És így már is annyira biztonságosabb. Nagyon kocka vagy, mondták már neked? Meg szeretné izzadós gyerek. Ezt szeretném, mert megvédeném a labdáktól, amiket majd rádobnak. Mondjuk hát, hogyha sebezhetetlenné teszlek. Nagyszerű. Ez meglepően jól működött. De valaki éhes. Tegyek valamit ide, hogy legyen valami kaja. Patkány pörkölt itt az először eszembe. De akkor legyen webbit, az is jó. Nem különösebben gusztusos, de hát kaja. Hogy ebben hogy lett hamburger, az számomra rejtély, és a... Hát ez beszarás. Nem is gondolt, hogy ez ilyen jó sikerült, én pedig szeretném, hogy itt valami érdekesebb legyen. Kapsz egy levegő földön kívüli, tessék, ez jó. Ez elég izgalmas. Nem elég izgalmas, hogy játszótér egy levegő földön kívüli, akkor kapsz egy körhintel. Na, az már tetszik is neki. Hoppá, nem pont erre gondoltam, de az se rossz. Egy dolgunk van még itt, az őrült kísérletekben segíteni, ha jól láttam, ott a búzenégőhöz kell oda menni. Igen, valami őrült lényt kell csinálni, egy őrült tudományos kísérletben, ez kicsit olyan, mint az exkomos Dr. Valen. Kéne valami életviszer forrás ennek a cuccnak. Takony. Takony nem jó, mint élelmiszerforrás? Akkor ehető takony. Nem adom fel. Nagyszerű, az ehető takony remek volt. Kis kaja kell, egy hőmérséklet kell, hogy nőjön, akkor forró takony. Csak valamit, ami a testhez kéne. Szilárd takony. Nem tetszett neki. Csontos takony. Esetleg. Akkor legyen egy csontjana. Ez integrált a társadalomba, az könnyű lesz.
Alien. És ez... Jaj Isten! Én már csak egy nevet kéne neki adni, de közben itt agresszív. Ne rugdosd, de szerencsétlen! Ne bántsd! Gyere vissza! Ne bántsd! Ez az egy kudarc. Igen. A takony lény megölte a... professzor gyereket. Ami kellemetlen, de... Ez nem akadályozza meg azt, hogy a takony kísérletet ne ismételjen meg. Tehát ehető takony, ezt forró takonnyal melegítjük. És kell valami, amit egy test igényelne. Hát akkor kaptél egy taknyos lábat. Az jó? Igen. Integráljuk a társadalomba. Hát tegyünk róla, hogy akkor barátságos és taknyos legyen. Mert így ne támadja már meg ezt a csókát. Nem mennyire jobb, és legyen neve. Nyilván, hát akkor csak az írhatjuk magyarul. Végülis miért ne? Az lesz a neve egy takonypóc. Mondanom sem kell. Szerintem egy tökéletes név neki, ha már takonyból van. De... Hát akkor rövid ó lesz, nem baj. Takonypoc, az se rossz. Takonypoc, gyerünk. Kapod egy hatalmas trófeát takonypocért. Gratulálunk neki, töltsük meg. És ha innen nem dob ki a játék, ami szerintem ki fog, át akartam változtatni takonyjá az óriás. Az óriás. Hát akkor azt tudom megtenni, hogy egy kolosszális taknyot itt hagyok, mielőtt távozom, amelyen emlékeztetőül. És menjünk tovább egy másik szintre. A kajázában. Ahol szintén érdekes dolgokra fogunk bukkani, de egy halom kutyát már találtunk, egy eléggé amatőr séfet, különös mitikus lényeket. Érdekes hely. Unatkodik a srác. Adjunk neki valamit, mert szórakoztatja magát. Hát ott a két kezed, nem tudom, ha érted, mire célzott. De akkor kapsz tőlem egy Gameboy. Akkor kapsz tőlem egy játéktáblát, az is jó. És a csaj sírva lívva elszalad. Hát ez van, miért vagy ilyen unalmas? Ó, bár adna nekem valamit, amitől jobban érezném magam. Ha vidámmá teszek, az elég? Nevetnek legalább. Kapsz egy virágot, az jó. Neki adjam, vagy a másiknak? Oké, és akkor együtt társasodzanak. Remélhetőleg adom. Dologam rétottak. Itt nem tudom bizony, de elég sok fura élőlény van itt, és nem hiszem, hogy ezeknek helyik van egy konyhában. Egy élő tűzoltókészüléket próbálok itt összehozni. Majd valószínűleg fogja magát és eloltja a tüzet. Aha, rám nem is volt szükség. Az mondjuk nem különösebben gusztusos, egyáltalán nem, te jó ég. És te mit szeretnél? Ja, nem nagyon mennének át a biztonsági intézkedéseken, ki gondolta volna? Hát akkor fogok egy részeg... Részeg nem lehet, hát akkor lesz kék. Na, az nem tudom benne, nem tudtam mit kezdeni. Akkor nagy kék takarító. A te dolgod, hogy itt kitakaríts. Nem teszed látom, hogy a bogaraktól nekem kell megszabadulni.
titeket is nem létezővé teszlek. Reméljük ezzel megoldjuk a problémát, mert takarító nem érezte át a dolognak a lényegét. És ezzel teljesítettük ezt is. És kapjunk itt egy díjat, egy diplomát. Ők itt mit szeretnék a szörnyek? Valaki itt keresnek, aki a klubjukba becsatlakozna. Így írták? Úgyis hiába szomorodva ott lenn. Nem fér be. Akkor csináljunk egy kicsit. Tessék, majd becsatlakozok hozzátok. Örök, hogy jól elijeszgetitek egymást. És itt még fent vannak gondolom különböző kihívások. Itt meg kéne, hogy mutassa, hogy mit árulnak. Ide rakok egy csillogó hamburgert. Szerintem ez tökéletes. Ez a két kutya, akik várnak kajára, hát ide rakom a csillogó hamburgert, egyétek meg azt. Nagyszerű, kettő az egyben. És elfelejtett ajándékot rakni a dobozba, hát akkor egy csillogó hamburgert tudok neked is ajánlani. Ez minden probléma már a megoldás. De nem jó? Nem tetszik? Milyen tetszik? Itt van még egy teljesítő feladat. Valaki beragadta a... Hát először is tegyünk már téged repülővé, ha már ugye itt vagyunk. Na szóval szedjük ki innen. És megfagyott. Úgyhogy egy forró csillogó hamburgert tudok neked ajánlani. Szerintem az kifagyaszt. Nagyszerű. Tökéletes. Látjuk, a csillogó hamburger mindenre megoldás. Kivéve amire nem, mint ugye az ajándékdoboznál láttuk. Amin csodálkozom, hát szerintem annál tökéletesebb ajándék nincs. Hát ha ez nem működött, akkor sajnálom. De akkor rakunk bele egy csillogó hamburger szobrot. Olyat nem tudunk, akkor csak egy csillogó nyakláncot. Ha a hamburger nem jó, szörnyű vagy. De ez, hogy nem ez a lényeg, hogy neki kell odaadni? Akkor próbáljuk meg újra egy csillogó hamburgert. És ha neked adom oda, talán ott, hogy jobban működik. Nem. Nem értem, mit csinálok rosszul, akkor én ezt ellopom. És kidobom. Szóval, csodálkozom, ez miért nem jó, hogyha berakok egy nyakláncot. Neked adom oda, neked nem tudom odaadni. Neked nem tudom odaadni, belerakom ebbe. Erre kéne esetleg ráírnom valamit, hogy... Kelly? Hát ezt se értem hirtelen. Gazdaggá teszem, akkor csinál valamit? Tessék, itt a pénzes zsákot rakd bele. Torta. Itt lerakom. Hát Isten látja a lelkem, nem tudom. Te ellophatom a sapiját. Téged vidámmá. Hát nem értem, hogy itt mit kéne csinálnom igazából, az a baj. Értem, hogy elfelejtetted megtölteni a dobozt ajándékkal.
És csak egy ajándékot. Egy belerakom az ajándékdobozba. És... oké. Okay. Ez nem tudom miért volt jobb, de hát működött. És itt van akkor két ilyen csillagos teljesítmény. Az egyik az, hogy etessük meg az éhes vendégeket. Hát, én nem lennék a helyikben azok után, amit a múltkori epizódban az iskolai menzát csináltam. Bár őszintén ez egy normál iskolai menza minőségének megfelel. A tanulók akar valami, amitől megnő. Trágya. Méghozzá finom trágya. Tessék. Ne megfogd. Nem jó? Akkor egy ízletes ehető. Ez jobb-e? Nagyszerű. Fura egy ízlésed van. És nem volt jó? Akkor egészséges, azt is segít hozzá, mert segít talán, hogy nőjön. Ez most jobb volt? Mi nem jó? Valamit, amitől megnő. Hát lehet, hogy megvárjuk a tippet akkor, mert most őszintén szóval nem tudom elképzelni, hogy mit akarhat tőlem. Miért nem volt, hogy egészséges, ehető, finom trágya? Ó, zöldséget akar, de nem szereti, hogy ilyen ízük van. Akkor finom, taknyos répa. Jobban jártál volna izével. Milyen jó, hogy taknyos lett. Ettől néz ki, ilyen jó, hogy taknyos volt a kaja. Vampir valami újat szeretne, de ami vérszerű. Egy Bloody Maryt tudok csinálni? Nem. Ami hasonló a vérhez. Hát akkor nyilván tudok... bort nem tudok. Koktélt. Akkor ízadós vörös szóda. Amit ne kérdezz, hogy működik. Nem tudom, miért fogyasztottál egy izzadós italt, és hogy miért nem gusztustalan, de hát különös ízlés. Nem tudom, te egy robotnek ez, így már elemmel gondolkodom valami viccesen. Egy csillogó, mérgező... nagy elem. Fogyaszt egészséggel. Elemet miért eszed meg? Nem áh! Azért, mert toxikus volt, az neked nem volt jó. Szörnyű vagy. Megérdem itt egy répa. Ami érdekes. Meg itt egy süni amúgy, ugye? Meg mi az Isten? Hát akkor most egyszerűbbek leszünk, és akkor csak kapsz egy ízletes répát, és megúszod a taknyot. Megkapod a piros szódát. Egy pillanatot se vár. Túl korán kapta volna meg. Akkor ellopom. És visszaadom. Jó, akkor most ne betegítsük meg a robotot. Akkor ő is csak egy csillogó taknyos elemet fog kapni. Akkor... mi a bajod rá? Most egyik az egy ehető. Hát ha az előbb ez nem volt egyértelmű, akkor majd most. Nem tudom, mi az a boxolás. Nem tudom, mi a bajod rá. Előbb jó volt. Akkor csak egy csillogó elemet kapsz, most boldog vagy? Na, és most nem betegedett le. Nagyszerű.
És ez a kanibál akar valamit. Donald Trump, na. Emberi arc, fogyaszt egészséggel. Örülök, hogy így ízlett. És én is nagyon ízletesnek tűnök, esetleg inkább ne egyél meg. Nagyszerű, hát ez így könnyen, mert most a játék nem szivatott meg, bár tény talán nem kéne mérgező kaját adni a kedves vendégeknek. Itt még mindig megy a buli, de közben itt egy szakácsunk, akivel szintén szórakozni kell. Gyerünk szépen ide, teljes káoszt okoztunk itt egyébként. Adjunk neki alapanyagokat a kajához. Hát ez is remek lesz. Nem lennék a vendégek helyében, ismét ennyit tudok csak mondani. Imó party. Pizza 3 alapanyagát szeretné. Hát akkor... taknyos sajt. Rozsdás tészta, ami nem tudom egész pontosan az, aminek lennie kell. Nem, annak nem hívem, mert nem így tészta a tészta. Akkor rozsdás paradicsom. És ha tudnám, mi lenne a tészta, akkor helye, hirtelen angolul, akkor lesz hirtelen helyette gusztustalan sonka. Megcsinálja. És valami különlegeset, ha? Hát, ha valami különlegeset szeretnél, azt hiszem tudom, mi lesz az. Egy csillogó hamburger. Nesze. Mi az Isten? Mármint is csináltam valamit, nem stimmel. De mi a bajod? Lehet, hogy én téged bátorrá teszlek, és akkor megeszed a pizzát. Így már bevállalja. De jó. Bátorrá kellett tenni, meg egy pizzákat. Egy főnixet akar. Milyen alapanyagok kellenek egy főnixhez? Hát taknyos tűz. És... egy poros tojás. És egy... egy rohadt szárny. Örülök. Utolsó szeretne egy motorbiciklit csinálni. Jó van, bazdmeg. Kapsz akkor gusztustalan kerekeket. Hát egyet. Többre nem telik. Szörnyűséges motor. És egy depressziósá tevő, hát kormány. Ez elkészített a világ legszörnyűségesebb motorkerékpárja. Vagy nem, nekik tökéletesen megfelel. Azt mondom, tény, hogy nem merte megenni a pizzát, amíg nem tettem bátorrá. Ez zseniális volt. Wow. Ez egy zseniálisan elmebeteg játék, és imádom. Na kérem, te eljutottunk arra a pontra, hogy itt minden megcsináltunk már, meg lehetett. Azt a pár apróságot leszámítva, nem, itt még vannak tartozásaim.
Itt ugye csak egy-egy dolog, amit nem tudtam megoldani, és ha megírtátok mi az egy videóban, majd visszatérek rá, de itt még vannak dolgaim. Lehet, hogy pár embernek elfelejtettem segíteni. Nem tudom, hogy. De nem akartam elmenni. Nem tudom, mit felejthettem itt el. Ezt itt mindegy csináltuk. Ott benn is volt a... Ó, aha, ide kell látni. Ah, itt vannak még emberek, értem? Látom már. Ó, bár adna neki valami romantikusat. Akkor kapsz egy romantikus, undorító villát. Hát romantikus. Ne szereked romantikát. Menekülnek a vászorról. Az nem szeretném. Úristen, ez zseniális. Szóval menjünk oda. Ne tudunk repülni, hát akkor gyerünk. Tehát egy kicsit megnyugodtak. Ezeket meg kéne ennem elvileg. Én lettem a hamburger ember, oké. Mi történne, megenném a másik kettőt? A mágikus, ez egy jó tulajdonság. Nagyon banáruhában, mert miért ne? Repülő banán vagyok. Banán, mint melléknő, jó van. És akkor itt volt még egy kis elintézni valónk emlékeim szerint. Jól láttam, hogy itt van még egyrészt ő. Hideg lesz a pizza, amire oda viszi. A pizzának tudnék adni a melléknevet. Még pedig azt, hogy... Elképesztően forrót akarnék, de ez se rossz. Nem, ez így nem. Ő ki nyilván azt kell, hogy valamivel elmenjen. Akkor kapsz egy repülőszőnyeget. Most mit érdekel engem? Újra. És itt vagy te. De van még valaki, akinek itt kell valami. Aha, te. De a 3D szemüvegéről pofázik, és nem tudom, mit akar vele. Mindenkire képernyő 3D-vé tesz. Ó, és eldobta a romantikus izét. Nem tudom bejönni, hogy 3D. Na, akkor egy beszélgető távok a sárkot. Na, ezt sem értem, hogy velem mit kéne csinálni. Egyáltalán nem értem, hogy ő mit akar, hát ő is akkor így a rejtélyszámba megy. Közben meg itt helyreállítjuk a kis környéket. Fúj. Semmisítsük meg ezt. Ez azt hiszem a hatalmas, virágos tankomat igényli a feladat. Ha emlékeztek még rá, nyilván hogy is felejthetnétek el. Fogok itt örök nyomat hagyott az emlékezetetekben. Támad. Imádom, hogy a lövedék is rózsaszín, vagy virágos. Lőd tovább. Lehet, hogy rengeteg lövedékbe telik, de meg lesz. Örülök, hogy így örülsz. És csinálj egy új helyet, amit a városlakók élveznének. Egy lebegő, csillogó, olvadó palota. Tökéletes. Itt vannak emberek, akiket eltakar a tang, de itt vannak. És terjesszük a hírt, hogy ez...
ez létezik, és akkor egy megafont szeretnék én itt, hát lerakni is elég, jó van. Ezeket eltakar a tank, nem baj. Egy hogy mentek be a lebegő házba, az nekem rejtély, de úgy látszik, hogy senkit nem érdekel, én megkaptam magam kis csillagomat érte. Nagyszerű. Tiszta jó. És akkor ezek után most már tényleg elkerülhetetlen, visszamenjünk ugye a farmhoz. Ahogy ezeket a csillagokat oda visszük a tesómnak, aki hú de jó. Tovább enged minket a játék későbbi helyére. Ez engem egyáltalán nem érdekel. Bla 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 bla. Attól tartja téged el fog kívni a szél. Gratulálok. Ottán egy jobban kévé váltál, hinnye. A többi hely már most elérhető lenne. Úristen, hogy unlockolja őket egyszerre. Jó van. Akkor itt egy kicsit sok videót kell végignézni. Anga banga, pontosan. Ez egy jó lövés volt. Ajaj. És azt mondjuk a következőt is meg fogjuk most itt kapni. Elnézést kérek, ezért a rengeteg nagyon uncsi videóért itt most hirtelen. Nem gondoltam, hogy ez így működik. Úristen, meglőtték a kalózhajót. Azon már bosszút kell állni. Aztán kinyílt a félvilág. Szerencsére nem volt elég Starlight-ük, hogy még egyet meg kelljen nézni, és végül összesen 50, amit itt a legtöbben el kell érni, tehát nagyon könnyen ki lehet ezeket nyitni, nem is annak katasztrófa, hogy itt néhány dolog nem sikerül. Viszont innen fogjuk folytatni legközelebb.